Az idei utánpótlás országos bajnokság remek főpróbája volt a jövő évi VB-nek, ugyanis 2021-ben azon a kunhegyesi pályán rendezik majd meg a rangos világversenyt, amelyen most 2020-ban a TAR testvérek már bizonyítottak. Csinált olyat az Oliver, hogy az ő versenyük 3 órás, és a 3 órában több halat fogott, mint az egyel idősebb korosztály 4 órában. Ott pálya csúcsot tudott horgászni, majdnem 10 kilós fogással, gyönyörű dévérekkel, gyönyörű pontyokkal. Tehát azon a kunhegyesi vízen, ahol jövőre VB lesz, az most egy egész jó föltöltődve, egy jó kis csapat taktikával, egy olyan teljesítőképes tudással tudtunk fölállni, amit reméljük, hogy jövőre még csak egy kicsit fényezünk, és egy nagyon szép eredményt érünk el a VB-n. A magyar utánpótlás VB keret nem túl nagy létszámú, ezért is olyan különleges és rendkívüli eredmény, hogy a miskei származású TAR testvéreknek sikerült megszerezniük a lehetőséget, hogy bekerüljenek a csapatba. 5 tagú a világbajnoki csapatunk. Van egy szolnoki kisrác, akinek ugye kartávolságra van a világbajnokság, ő Nagy Dénes. Van egy fehérvári kisrác, Lőrinc Benedek, és van egy nagyon-nagyon idős, a többiekhez képest nagyon hosszú versenyzői tapasztalattal megért versenyzőnk, Vadon Roland. És így áll össze a kis tábunk. A hazai egységnek van egy póttagja is, akit a szövetségi kapitány választhatott ki. Van egy állandó olyanunk, akit mindig megválaszthatok magamnak, aki eljön. Csak abban az esetben hoz felszerelést, hogyha ezzel az ötössel valami probléma van. Azt is kívánom, hogy legyen, meg azt is, hogy ne legyen. Nyilvánvaló, hogy én azt szeretném, hogy ne legyen probléma a gyerekekkel, és ők végig tudják horgászni ezt a világbajnokságot. A 6. embernek meg hát az, hogy legyen részese annak a teamnek, aki föláll a dobogónak. Remélem majd olyan fokára, amit én ki se szeretnék mondani. Martin Gábor egyébként többszörös VB érmes szövetségi kapitány. Reméljük jövőre tovább gyarapszik majd ez az éremgyűjtemény, az új csapat és az eredményes felkészülés jó voltából.